Bár folyamatosan egyezkednek az ellenzéki pártok a közös mozgósító kampányról, az európai parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon történő összefogásról a TV-Eger által megkérdezett helyi ellenzéki politikusok nem látják kecsegtetőnek az összeborulást. A Mi Hazánk Mozgalom EGRI alapszervezetének elnöke, dr. Pápai Ákos azt mondta, csak a MIÉP-vel és az FKGP-vel működnének együtt, bár listájuk még nincs, az már biztos, hogy a nemzeti radikális vonalat képviselik, nem látja az ellenzék koherens jövőképét. Látszik, hogy hát össze vannak bútorozva, úgymond egymás tevékenységről tudva, egymás tevékenységét előre mozdítva tevékenykednek. Közös a céljuk, tulajdonképpen csak egy céljuk van, hogy valamifajta kormányváltás legyen, csak az nem látszódik, hogy azután mi lesz. A Jobbik országgyűlési képviselője Mirkóczki Ádám azt mondja, inkább a háttérben munkálkodott az utóbbi időben, de megvan a véleménye az utóbbi időben indított ellenzéki akciókról, például Kunhalmi Ágnes legutóbbi sajtó megjelenéséről, mikor is egy a folytani szót elipszilonos J-vel leírt táblával állt ki az újságírók elé. Mit csinálja vele, hogy a külön leckét Kunhalmi Ágnes, nem ez a dolga. Ez az ő problémája, biztos tanul majd belőle. Most szerintem a közéletház és a magyar, mondjuk úgy, Magyarország lakosainak életszínvonalához és jobb létéhez valami kevés van, hogy egy valami kevés köze van annak, hogy egy, nem tudom, A4-es papírra vagy egy kartonlapra ki milyen hibával ír fel egy szót. Az LMP-s Komlósi Csaba azonban úgy látja, ezek a baklövések nem éppen egy kormányzó képes erő benyomását keltik. Nyilvánvalóan helyesírási hibák és egyéb más történések azok nem erősítik ennek a ellenzéki együttműködésnek azt a karakterét, hogy egy kormányzó képes erőről lenne szót. Én azt gondolom, hogy higgadtságot kell mutatni, erőt és higgadtságot kellene mutatni, és kormányzó képességet kellene mutatni, és ezek a történések nem ezt erősítették. Komlósi Csaba azt mondta, az önkormányzati választások idejére már több településen formálódik az ellenzéki összefogás.